Sziasztok, Painful vagyok, és ez itt egy újabb epizódja a Road to the Vision 1-nek. Ez alkalommal kiderül, hogy feljutunk-e a 9. osztályba bajnoki címmel, vagy nem. Ezt az epizódot megint a Bundesliga csapatunkkal fogjuk kezdeni, mivel az előző csapatunkban van egy sérülés, de nem is húzom tovább az időt, tovább megyünk. Ahogy látjátok, a rekordunk eddig ezen az accounton 12-0-12, úgyhogy még döntetlent nem játszottam. Hát, ha most lesz az első. És megtaláltuk az ellenfelünket, a Róva FC-t. Cambridge United-os mez. Veszünk a bajuszos mezben, mert miért ne. És a Bundesligás csapatunkkal játszunk, és egy full ezüst olasz csapat. Nem tudom, mennyire kéne tőlük félnem. Hát meglátjuk, mit tudunk. Senkit nem ismerek sajnos. Attól a kapus úgy néz ki, mint Torgáles Anyi. De nem hiszem, hogy ő az. Na jó van, hazai pályán vagyunk. Úgyhogy próbáljuk meg leverni ezt a csapatot, mert hát illene egy full aranycsapattal elverni. Majd indítom hosszan Modestet. Aki utolérje a labdát, majd 1-0 rára módosítja az állást. És Modestnek ez már a negyedik gólja. Sok bajuszos szurkoló ezen, nem fogom tűteni magát. Ez már a negyedik gólja két meccs alatt. Hiszem 3-at játszottunk összesen, és abból 4 gólt volt. Úgyhogy nagyon jól megy Modestnek. Nagyon tetszik eddig a játéka. Úgyhogy a 8-1 FC 1-0-ra vezet a Róma FC ellen. Mondjuk a Sirena játékosa. Ajajajajaj, elrontottam. Az nem semmi. Nem tudtam, hogy olyan közelről lehet ennyire fölé lőni. Lassan ment a labda Modest felé. Ó, és a befelé csel! Gyönyörű gól! Sürle! 2-0 az állás! Nagyon szép volt a befelé csel. Na mindegy, 2-0-ra vezetünk a fél időben. Fantasztikus arányban használjuk ki a helyzeteinket megint. Ez kezd egy ilyen minden meccses dologgá válni. Aminek nem örülök. Mondjuk lehet, hogy támadóan vagyunk is ezért. Hoppá, ez így nem jó. Ajjaj, cacia, cacia! Elég ürítja szerencsére. Egy óra elteltével 2-0-ra vezetünk az a Róma FC, nem az Róma FC, nem? Sokat van náluk a lap, de nem valami veszélyesek szerencsére. 4-3 ellen támadnak jelenleg. Ajjaj, most már jóformán egy védő van hátul is, öten jönnek. De szerencsére rálövi. Campbell, mit művel? Sürle fejezi be a támadást. És egy nagyon pervers mosolyal ünnepel. De Campbell azért végigvitte a védelmen. Nagyon tetszik Campbell játéka amúgy, mindenképpen ajánlom mindenkinek. Ezzel már teljesen eldőlni látszik a mérkőzés. Ott a gyönyörű indítási lehetőség. Ben Modestnek. Át Csahanoglunak és BUM! 4-0 az állás. Gyönyörű gól. Nagyon szép összjáték volt. Ki Sürlének. Sürle vissza Modestnek. Modest átemeli az utolsó védőn. És Csahanoglu pedig izomból bevágja a jobb felső sarokba. És ezzel már 4-0-ra verjük el szegény olaszokat. És lefújják a mérkőzést, az első mérkőzés végén 4-0, és ezzel bajnoki címmel feljutottunk. A 9. osztályban Modest lett a meccs embere. Egy gól, egy gólpassz, ahogy láthatjátok, az egész csapat nagyon jól játszott, és szereztük egy kis coint, ami nagyon jól jön, és megvan a title, úgyhogy a következő mérkőzést azt már a 9. osztályban fogjuk lenyomni az angol csapattal. Na gyerekek, itt az angol csapat, és ezzel fogunk most... Meg is találtuk az ellenfelünket. Nincs esély, tehát egy magyar ember ellen fogunk játszani. Jó lesz jelenti. Nézzük meg a nincs esély, ellen. Azért kemény csapata van, maradjunk annyiba. Egy jó kis francia válogatott csapat. Kabály, Niang, Gignac, Kap, Diára,
Hát mindegy, ott a jobb középpályásnak kabelja, vagy nem tudom, mindegy. Úgyhogy most jön a magyarok párharca. Az nem semmi kezdés volt. Nekem tetszett azért. Jó! Én is felmutattam, mit tudok. Nagyon színvonalas volt ennek a meccsek az eleje, és bedobással folytatjuk. Ájjajajajaj, még szerencsét csinált egy visszacsát, mert különben gólt lőtt volna. Pantilimon egy gyönyörű védés, amúgy Pantilimon még mindig, szerintem elmondtam egy epizóddal előtte is, de őt mindenképpen ajánlom. Gyönyörű szerelés Callum Wilson, óriási esély, Callum Wilson átemeli a kapust és 1-0-ra vezetünk a 12. percben. Eddig a nincs esély SE ellen a 8-1 FC vezet. Úgyhogy gyönyörű gól Callum Wilsontól, egy nagy hiba után gyönyörű helyzet kihasználás. Már azért a kapus is nyomatott egy mátrixot. Nagyon sokan vannak ott középen, nem tudom milyen formációt használ, de nagyon nehéz ellene játszani. És Zsinyák lő és Pantilimon védi ki, és Pantilimon megint nagyon örül. Pantilimon minden egyes védése után nagyon örül. De most beindul Buffal. Buffal. Indítani kell Callum Wilsont, hát ő elfut. Callum Wilson a befelé csel, Callum Wilson, és hát jobb lábbal tekerte, de be kellett volna passzolni középre Ender Valenciának. Megengedem. Fél idő van, 1-0 az állás, és ahogy láthatjátok, több lövése volt, többet van nála a labda, de mi vezetünk, mi használtuk ki azt a helyzetet. És a lövés, Pantilimon egy gyönyörű védés, és megint nagyon örülni fog, tudtam én, csak leszkippeltük. Szép. Gyönyörű. És a lövés! Az, ki az? Cosiello. Nagyon gyors. Nem! És gyönyörűen kilövi sajnos a felső sarkot, ezt nem bírtuk kivédekezni. Niang! Lövi a gólt, kicsit megijedtem. 90. percben vagyunk. 90. perc, ahol jönni szokott a dráma, de nem jön a dráma. És 1-1 lett a vége sajnos, kiegyenlített a vége felé. Niang góljával méghozzá. Kabul volt a meccs embere. Gondolom nagyon jól, nagyon jól passzolt, nagyon jól védekezett. Tényleg respect, 1-1 lett a vége. Nagyon élveztem ezt a mérkőzést is, de sajnos csak 1 ponttal kezdjük el a 9. osztályt. De az utolsó mérkőzésen ugyanezzel a csapattal megpróbáljuk bezsebelni a 3 pontot. Na, megtaláltuk az ellenfelünket, a Najaci Zupi FC-t, ami egy gyönyörű név. Hoppá, és annak ilyen előrendelési mezei, ha jól tudom. Megint bajuszosok leszünk. Na, a csapata pedig, hogyha előrendelt, akkor gondolom... Azt akartam mondani, hogy akkor gondolom nagyon jó, de nem. Elsárabi, hogy csillagos cselező. És azon kívül egy csomó bronzjátékos, az talán Gary Medel, de nem vagyok benne biztos, és a jobb középpályás, ezt már nem tudom, úgyhogy na mindegy, az a lényeg, hogy ezt a csapatot ugyancsak mindene elverni ezzel a csapattal, ami nekünk van, ugye most a Premier League csapattal játszunk. Oda kéne lépni, gyerekek! Ez a gyerek veszélyesebb, mint az előző ellenfelünk. Ahogy mondtam, Pantilimon épp hogy bent tart minket a meccsbe. Ja, hogy még nem fogta meg a kapus. Jó. Hú. Jó, megúsztuk. Semmi gond. Hoppá, Buffal. Azt hittem, hogy betekeri külsővel. És Buffal, az gyönyörű összjáték volt. Buffal megszerzi az első gólját a klubnak. Klubban. Gyönyörűen kicselezi. És fél idő van, 0-0 az állás, ami nagyon gáz szerintem egy ilyen csapat ellen, sőt, hogyha megnézik a statisztikát, akkor szinte 60%-os labdabirtoklása van, és több lövése is van. De mivel mi nem a statisztikát nézzük, hanem a játék minőségét, ezért abban vezetek. Na. Végre, nálunk van a labda. Nem tudom, te ki vagy, Dokuré.
megtoljuk a labdát, azért bronzosokat illene lefutni. És ezt illene befejezni, és be is fejezi, olyan durván felvarta ezt a bal felső sarokba. Nagyon szép volt, mondjuk maradjunk annyiba, hogy volt ideje felkészülni rá. De abból a szögből nagyon szép volt. El Sharawi. Próbálja végigvezetni a védelmünket, majd a lövés, majd még egy lövés, majd nem tudom mit csinál Pantilimon, de nagyon érdekes volt, nekem tetszett. Ami még mindig nem megy, ahogy látjátok. Jaj, ez mi volt ez a passz? Utálom az ilyet. Egy teljesen biztonságos passzot annyira el tudnak rontani néha. Na, lépjünk oda. És bepasszol, és 1-1 az állás. Egy teljesen biztonságos passzot oda passzolt az ellenfélnek. Tehát mintha közelben lett volna a játékosunk. Nem tudom, miért ilyen nehéz megbontani ennek az embernek a védelmét. Nekem nagyon nem tetszik. Aj, Istenem, mekkora retardáltak vannak ebbe a csapatba. Aztán oda dobja egyből az ellenfélnek. Nem arra nyomtam a dobást, de azért oda dobja. Remélem nyerni fog. Komolyan mondom, remélem nyerni fog. Szar ez az egész. Beindítjuk Wilson. Ez az! Sikerült lőni egy gólt. Csoda. Sikerült összehozni, de ezt is majdnem kihagyta, azért látszik rajta. Hát ez nagyon gáz. 2-2-es döntetlen egy ilyen csapat ellen. Megvan a második döntetlen is ennek a sorozatnak. Ajajaj, na mindegy, ezzel fogjuk zárni sajnos ezt az epizódot. Sokkal több lövése is volt, nem értem. Nem értem komolyan. Van néha, amikor így... egyszerűen semmi nem jön össze. De a 9. osztályt 2 döntetlennel kezdtük, úgyhogy, ja, ez lett volna a 3. epizódja a Road to Division 1-nek, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, hogyha tetszett, dobjatok egy like-ot, hogyha nem tetszett, dobjatok egy dislike-ot, és írjatok le a komment szekcióba, hogy miért tetszett, vagy éppen miért nem tetszett. Én Painfu voltam, ha viszont hallása!